Csalafint a bandita egy 2-4 főig játszható kártyajáték, amelyben a játékosok dörzsölt mosómedvék bőrébe bújva kukákat borogatnak fel, étel és csillogó tárgyak után kutatva. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, 54 kártyát, egy dobókockát és 6 jelölőt. A segédett kártyákat helyezzük el a játéktéren úgy, hogy a játékosok számára könnyen olvashatók legyenek. A többi kártyát keverjük meg, és alkossunk belőlük egy leforított paklit. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb vitte ki a szemetet. Ő 3 kártyát kap a húzópakliból. A tőle balra ülő játékos 4 kártyát kap a húzópakliból. A körsorrend 3. játékosa 5. A körsorrend 4. játékosa pedig 6 kártyát kap a húzópakliból. A játékosok vegyék a kezükbe a kapott lapjaikat, úgy, hogy a többiek ne lássák, hogy mi van azokon. A többi kártya a játéktéren marad húzópakliként, amit ebben a játékban kukapaklinak hívnak, hiszen ebben fognak a játékosok kutakodni. A 6 jelölő kerüljön egymás mellé egy sorba a játéktér közepére, és a dobókockát is helyezzük a jelölők közelébe. Tehát a legkevesebb kézben tartott kártyával rendelkező játékosok kezdve a játékmenete az óramutató járásával megegyező irányba halad, és amikor egy játékos sorra kerül, a következőket kell tennie ebben a meghatározott sorrendben. Először is a játékos dobjon a dobókockával, és vegye maga elé a dobott értékkel megegyező jelölőt. Ezután a játékosnak el kell dönteni, hogy folytatja-e a kockadobálást, vagy megáll. Ha egy játékos a megállás mellett dönt, akkor azonnal az elvitt jelölők kiértékelésére kell, hogy tovább lépjen. Ha pedig a folytatás mellett dönt, akkor újra dob a kockával, és az adott értékkel megegyező jelölőt maga elé veszi. Minden egyes dobás és jelölő elvétel után eldöntheti, hogy folytatja-e vagy megáll. Azonban, ha a dobott érték megegyezik egy már elvett jelölővel, akkor az játékos lebukott, és így egyetlen jelölőt sem hajthat végre. Ha a játékos lebukik, azaz olyan kocka értéket dob, amilyen jelölő már nála van, az összes jelölőt vissza kell helyezni a játéktér közepére egy sorba, és azonnal tőle balról a játékoson a sor, ennyi volt a köre. Azonban a lebukás esetén van egy kis vigaszdíj is, a lebukott játékos húzzon egy kártyát a kukapakliból, és vegye a kezébe azt. Tegyük fel, hogy ez a játékos 3 jelölő elvitele után úgy dönt, hogy megáll. Ezután a második lépés következik, a jelölők végrehajtása. Az aktív játékos a megszerzett jelölőket bármilyen sorrendben végrehajthatja, és miután egy jelölőt végrehajtott, azt vissza kell tolni a játéktér közepére. Egy játékos köre pedig akkor ér véget, amikor az összes nála lévő jelölőt végrehajtotta. A segédeten látható, hogy a jelölők milyen hatással bírnak. Ennek a jelölőnek a végrehajtásával 2 kártyát lehet húzni a kukapakliból. A dobópakliból azonban nem szabad húzni ilyenkor. Ennek a jelölőnek a végrehajtásakor 2 kézben tartott kártyánkat elrejthetjük. Ennek azért van jelentősége, mert a játék végén a sikeresen elrejtett kártyáink érhetnek majd pontokat, a kezünkből kiválasztott kártyák pedig képen lefelé magunk elé kerülnek. Ennek a jelölőnek a végrehajtásakor dönthetünk, hogy vagy egy kártyát húzunk a kukapakliból, vagy egy kézben tartott kártyánkat elrejtjük a rejtek helyünkre. Ezzel a jelölővel ellophatunk egy véletlenszerűen választott kártyát valamelyik ellenfelünk kézben tartott kártyái közül. Fontos, hogy a rejtek helyről nem lophatunk ezzel a jelölővel. Az érintett ellenfél, tehát az, akitől az aktív játékos lopni szeretne, védekezhet, például blöki kijátszásával. A blöki megakadályozza a lopási kísérletet, és emellett még 2 kártyát is lehet húzni a kukapakliból. A kijátszott kártyák a dobópakliba kerülnek, a kukapakli mellé. A lopási kísérlet macskusszal is megakadályozható. Ilyenkor ahelyett, hogy az eredeti forgatókönyv szerint az aktív játékos lopott volna a kiválasztott játékostól, fordítva történik, tehát az aktív játékos kezéből lehet véletlenszerűen egy kártyát ellopni. Ezzel a jelölővel fel kell húzni a kukapakli felső kártyáját, és azt mindenki számára jól láthatóan megmutatni. Az aktív játékos utána felveszi ezt a kártyát a kezébe, az összes többi játékosnak pedig most lehetősége nyílik arra, hogy egy ugyanilyen kézben tartott kártyájukat a rejtek helyükre rejtsék. Egy különbség van a megszokotthoz képest, mégpedig az, hogy ezek a kártyák képpel felfelé kerülnek a rejtek helyre, és minden kártya után, amit a többi játékos így elrejtett, egy-egy kártyát húzhat a kezébe az aktív játékos. Ez a jelölő pedig gyakorlatilag univerzális jelölő. Olyan jelölőre cserélhetjük ki, amilyen jelölőt nem vittünk el abban a körben. Tehát fontos, hogy amikor az akciókat végrehajtjuk, ilyen szempontból érdemes talán ezzel kezdeni a körünket, hogy egyértelmű legyen,
hogy csak a játéktér közepén lévő jelölők közül választhatunk, és ne vegyünk el véletlenül olyan jelölőt, amit már a körben végrehajtottunk, és a játéktér közepére toltunk vissza. Ha a játékosnak mind a 6 jelölőt sikerült megszerezni a körében, akkor az újrahasznosítás jelölőnek ugyan nincs semmilyen extra hatása, hiszen nincs olyan megmaradt jelölő, amire be lehetne cserélni. De van egy bónusz, ugyanis az a játékos, aki mind a 6 jelölőt magához vette, a jelölők végrehajtása rész után egy újabb bónuszkört kap. Ebben a bónuszkörben azonban legfeljebb 3 jelölőt vehet magához a játékos, és a játék vége feltételeit illetően ez még ugyanannak a körnek számít, tehát nem újnak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez a körnek a meghosszabbítása. Ha a kukapakli üressé válna, akkor is lehet dobni a dobókockával, hogy a játékos megpróbálja a rejtek helyekre kártyát helyezni, vagy mástól lopni. Van még néhány fontos szabály. Egyrészt egyetlen jelölt sem szabad végrehajtani addig, amíg a játékos úgy nem dönt, hogy megáll. Másrészt pedig onnantól, hogy elkezdi a játékos végrehajtani a jelölőket, az adott körben megszerzett kártyákat nem használhatja. Például, ha egy játékos ez a jelölővel kártyához jut, és felhúzza a kukapakli felső kártyáját, ezt a kártyát majd csak a következő körében használhatja. Ennek a képessége például az, hogy vegyél a kezedbe egy kártyát a dobópakliból. Azonban ez a szabály nem vonatkozik a rejtek helyre elrejtéssel. Ide tehát olyan kártya is elrejthető, amit az aktuális körben szereztünk. Amikor egy játékos kártyát kell, hogy húzzon, de már nincs kártya a kukapakliban, a játék a végéhez közeledik, ugyanis amikor a kukapakliban lévő utolsó kártyát is felhúzza valaki, az aktív játékos még befejezi a körét, de utána a játék véget ér. Ilyenkor a kézben maradt kártyákat el kell dobni, majd minden játékos fordítsa képpel felfelé a rejtek helyén lévő kártyákat, és csoportosítsa azokat típus szerint. A kártyák bal felső sarkában látható, hogy az adott kártya típusért mennyi pont szerezhető. Például a gyümi esetén az a játékos, aki a legtöbb gyümi kártyával rendelkezik, 7 pontot kap, a többi játékos azonban nem kap semmit. A nasi esetében az első helyen álló játékos, tehát akinek a legtöbb ilyen típusú kártyája van, 6 pontot kap, a második helyezés is pontot kap, 2-t, és még a harmadik helyezés is 1 pontot kap. Ha döntetlen alakulnak ki, az érintett játékosok az elérhető pontszámhoz képest 1 ponttal kevesebbet kapnak, és a hűsítő kártyáknál nincs ilyen pontszám, ebben az esetben minden hűsítő kártya 1-1 pontot ér, ami végül a rejtek helyre került. A pontok összesítése után a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes, döntetlen esetén az érintettek közül a több kártyatípussal rendelkező játékos a győztes. További holtverseny esetén pedig az érintettek közül a több kártyával rendelkező játékos nyeri meg a játékot. Ez a 8 kártyatípus van a játékban, és minden kártyatípusból annyi van, amennyit a jobb felső sarokban látható szám mutat, tehát például macskózból összesen 2 van, halacskából 7, és így tovább. Minden kártyának van valamilyen hatása, és a kártyák hatásairól a szabálykönyv részletesen beszámol. A hűsítővel újra dobhatunk, megakadályozva a lebukást, emellett pedig minden elrejtett hűsítő 1-1 pontot ér. A kincsel ellophatjuk egy másik játékos elrejtett kincskártyáját, és azt a kezünkbe vehetjük. A hangnyommal egy játékost további kockadobásra kényszeríthetünk, feltehetőleg azért, hogy lebukjon. A halacska kijátszásával a kezünkbe vehetünk egy kártyát a dobópakliból, a nasi kijátszásával egy jelölőt kétszer hajtatunk végre, a gyümi kijátszásakor figyelmen kívül hagyhatjuk a legutóbbi kockadobásunkat, és úgy tehetünk, mintha megálltunk volna előtte. A blökiről és a macskuszról pedig már szót ejtettem korábban, ők egy másik játékos lopását akadályozhatják meg. Talán nyilvánvaló, de fontos megjegyezni, hogy amikor egy kártyát a hatása érdekében játszunk ki, akkor az a kártya a dobópakliba kerül. A Csarafinta Bandita egy egyszerű, gyors kártyajáték. A témája egyedi, a grafikák hangulatosak, aki szívesen próbára teszi a szerencséjét, és nem riad meg a konfrontatív játékelemektől, tegyen bátran próbát a Csarafinta Banditával.